az örök klasszikus bécsi keringő dallamai csendültek fel az első bálozók tiszteletére. Hosszú hónapok óta izgatottan készültek már erre valamennyien. A szabadkai érettségizők közül többen is életükben először ismerkedtek ezekkel a tánclépésekkel. Az alapokkal kezdtük, könnyen belementünk, utána végül a koreográfiát tanultuk meg, ment minden azért simán. Korábban is volt próbálkozásom, de két botlábú vagyok, úgyhogy most is kellettek ezek az órák. A fiatal lányok csodálatos frizurákkal és gyönyörű ruhákban léphettek táncparketre a szponzoroknak köszönhetően. Az első bálozás hagyománya szerint ezzel az eseménnyel bevezetik a fiatalokat a felnőttek világába. A mostani lehetőséget kínált arra, hogy a szülőkkel is eljárhassák első táncukat a fiatalok. Az ember életében ez egy egyszer van is, itt mese nincs, úgyhogy el kellett jönni, én is messziről jöttem, de ezt nincs mese, jönni kellett. A felkészítő tanár maximálisan elégedett volt tanítványaival. De ma estén a létszámunk az hatalmas volt, és a fiatalok nagyon törekedtek, és nagyon ügyesen megoldották ezt a feladatot. A pedagógus bálon 6 éve vesznek részt az első bálozók. Számuk évről évre nő. A főszerep mégis a tanároké, akik már 2 évtizede szervezik meg a mulatságot. Itt a pedagógus munka jelenik meg, hiszen nekünk pedagógusoknak az a feladatunk, hogy amellett, hogy oktassunk, neveljük is a gyerekeket, így hát kultúrára, viselkedéskultúrára neveljük. Az idősebb generációk számára a tánclépések egyáltalán nem ismeretlenek. Nagyon nagy bálkedvelők vagyunk, nagyon szeretjük a magyar zenét, nagyon szeretjük a klasszikus zenét. Az önfeledt szórakozás és a fáradhatatlan táncosok hajnalig kitartottak. Mindehhez a talpalávalót a Joker együttes húzta. Az eseményt az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte.